Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves majsaiak, kedves nézőink! Egy évvel ezelőtt álltam itt önök előtt, a tévénézői előtt, hasonló célból, hogy egy évértékelésről mondjak egy pár gondolatot. Akkor viszonylag rövid volt az idő, mert a választások után egy 3-4 hónapról kellett beszámolni. Akkor kevés volt kevés volt még az eredmény, amiről pár hónap után be lehetett számolni, akkor inkább a tervekről lehetett beszélni. Most így egy év után már nem igazán mondhatja az ember, hogy még mindig tanulunk, akkor még 3 hónap után lehetett mondani azt, hogy sokat tanulunk, bár mindig van olyan szituáció, amiből lehet valami újat tanulni. Most is volt ilyen, de azt gondolom, hogy így közel másfél év után már nem illik arra hivatkozni, hogy még mindig tanulunk. Nagyon sok minden történt ebben az elmúlt évben. Ha csak úgy hirtelen belegondolunk, hogy mi is történt, akkor úgy szinte úgy kapkodja az ember a gondolatait, hogy valóban mi is történt, de ahogy nyugiban szépen végig gondolja az elmúlt év történéseit, akkor egy szép kis lista tud összejönni. Készülve erre az évértékelésre összeállítottam önöknek egy ilyen kis csokrot az elmúlt év legfontosabb történéseiből, eseményeiből, azokból, ami minket, majsaiakat a legjobban érinthet. Az elmúlt év, ez egy gyors évnek tűnt számunkra, akkor mondja ezt az ember, amikor folyamatosan tele van program, és tele van programmal, feladattal, így napról napra nem 7-8 órából állnak a napok, hanem sokszor 10-16 órából. Így valójában gyorsan elmúlt ez az egy év. Szeretném úgy kicsit tematikusan elmondani, összeszedni, hogy mi minden volt itt az elmúlt egy évben, és majd a végén kicsit a jövőben mutató tervekről is mondanék egy pár szót. A városunknak az egyik legfontosabb intézménye a Városgazdálkodási Intézmény, ami a közterületek fenntartásával és jelentős mennyiségű épületnek a működtetésével foglalkozik. Az elmúlt évben is jól működött a közfoglalkoztatási program. A közfoglalkoztatási program keretén belül volt egy olyan tervünk, amit részben sikerült is végrehajtani, hogy a város peremterületén lévő zöld felületeket úgy kézi munkaerővel rendbe tudjuk tenni, hogy majd a jövőben a gépekkel is rá tudjunk menni. Az év közepén kapott a Városgazdálkodási Intézmény egy nagyobb létszámra lehetőséget, és annak idején erről be is számoltunk, hogy a város területén több helyen azok a már régóta elhanyagolt területekre küldtük rá a kézi munkaerővel a dolgozókat, hogy kőtelenítsék és olyan állapot teremtsenek, hogy majd a jövőben már erre géppel is rá lehessen menni. Régóta van a Városgazdálkodási Intézménynek olyan brigádja, akik a városi térkövezéssel foglalkoznak, mind gyártási szinten, mind pedig a lerakási szinten. Az elmúlt évben is sok olyan terület volt, sok járda elkészült ennek a programnak a keretében. Több mint 2000 négyzetméternyi térkő áll rendelkezésre, hogy a városi területeken, a városi járdákon ezeket letegyük. Erre a térkövezési programra a testület meghatározott egy sorrendet, és e sorrend szerint haladtak és haladunk végig a városon. A Városgazdálkodási Intézmény, hogy igazán hatékonyan és jól tudjon működni, gépesítésre van szükség. Ez a tevékenység, mármint a gépesítés, kicsit örülök is ennek a műfajnak és ennek a feladatnak, mert
itt egy kicsit az előzetes munkáimból és a tapasztalataimmal, a tudásomat tudom itt kicsit érvényesíteni, hogy gépeket vásároljunk a Városgazdálkodási Intézménynek, amivel még gyorsabban és még hatékonyabban tudjuk ellátni a közterület fenntartói feladatokat. Gépeket vásároltunk, például egy GCB, egy homlokrakodós árokásos gépet, ami egy univerzális eszköz, amivel nagyon jól tudjuk hasznosítani a különböző városfenntartási feladatokba. Mint arról beszámoltunk, egy jó pár hónappal ezelőtt baleset érte a gréderünket, ehelyett is egy másik eszközt kellett vásárolni. Nagyon sok a külterületi út ma is a közigazgatási területén, és természetesen felelősséggel kell tartoznunk a külterületen élők felé, akik ott laknak, vagy ott is dolgoznak, tehát folyamatosan biztosítanunk kell a lehetőséget, hogy megközelítsék az otthonaikat, vagy éppen a munkahelyüket. Ezen felül a belterületi részekre vásároltunk egy kis traktort, kezdetben most egy két kaszával, amivel szintén a zöld felületeket tudjuk majd karbantartani, de a kis traktor után további eszközöket szeretnénk majd vásárolni, amivel szintén a hatékonyságot tudjuk majd növelni. Az előbb említettem ezt az építős kis csoportot, ágazatot. Őnekik is a folyamatos eszközszállításhoz most évvégén vásároltunk egy 6 személyes kis platós Volkswagen transportert, amivel még gyorsabban, még hatékonyabban tudják elérni céljaikat, vonóhorokkal is el van látva, tehát a platón és az utánfutón bőven ki tudják az anyagot és az eszközt vinni a különböző helyekre. A városi beruházások, amelyek voltak az elmúlt évben, úgy csoportosítanám, hogy vannak olyan beruházások, feladatok, amelyek tárgyeszköz típusúak, tehát úgymond kézzelfoghatóak, és azért vannak olyan feladatok és eredmények, amik eszmélyek vagy kézzel nem foghatóak. Ezekről szeretnék most egy pár gondolatot mondani. A bazársor, tehát a Bajsa Gyöngye épülete és a gyógyszertár épülete egészen bekanyarodva a műfáz előtti főtérnél, a katolikus iskoláig, ennek az épületnek a homlokzata már régóta várt felújításra. Ezt most az idei évben sikerült felújítani, megújítani. Itt mindenképpen el kell mondani, hogy ugye régóta vajódott a Bajsa Gyöngyének a sorsa, hogy mi lesz vele. A ma Kiskunfegyházi Malom Kft. Bérelte ki hosszú távra a volt Bajsa Gyöngyének a helyiségét, oda fogják átköltöztetni a félegyházi pékséget, és azért kell nekik egy ilyen kibővített, nagyobb hely, mert egy helyben sütött pékáróból szendvicseket is szeretnének majd készíteni. A városi beruházásokhoz tartozik, bár ez egy közös projekt volt a járóbeteggel, az EFI programról bizonyára sokszor hallottak, mert sok előadás is volt, sok rendezvény is volt. Ennek keretében közösen sikerült két fitnessparkot megvalósítani. Az egyik itt a művész háromszögben, a másik pedig a Széchenyi iskola mellett a hídparkban lett letelepítve. Ennek volt egy pici átadója, és tapasztaljuk és hallomásból is tudjuk, hogy nagy népszerűségnek örvend, és előszeretettel szívesen használják a kedves majsaiak. Még egy két évvel ezelőtt indított beruházás is lezáródott ebben az évben. A hivatal épületének a tetejére készült egy napelem, ami egy olyan projekt, ami a hivatalnak az energiaellátását és energia csökkentését hivatott megvalósítani. Ez valójában tulajdonképpen egy mintaprojektként is tekinthetünk rá.
Bár napelemes projekt már volt a város életében pár évvel ezelőtt, amikor a tanyákra napelem, szigetüzemű napelem parkokat helyeztek el, de a jövőben tervünk van akár nagyobb napelem parknak a megvalósítására is a laktanya területén, de most ez a projekt készült el a hivatalnak a tetejére, és igazából még az intenzív nyári időszakban, amikor majd jól tud működni, nem sikerült tesztelni, ez majd most az idei évben fog megvalósulni. A mais napokra elkészült egy nagyon szép fából készült szobor, abból az óriás platánfából, ami a sétáló utcának az elején van. A mais napokra készült el Rimantas Cinkevicius alkotása, litván fafaragó alkotása, aki már több köztéri szobrot faragott itt Kiskunmajsának. Ennek a szobor faragásnak és avatásnak többek között egy olyan apropója is volt, hogy egy új testvértelepülésünk lett Kiskunmajsával, a litvániai Ükmergei városa, és a testvérvárosi szerződést ugye a mais napokon írtuk alá. Ezzel a településsel és Litvániával már Majsának régóta van kapcsolata, tulajdonképpen most szentesítettük meg ezt a kapcsolatot egy testvérvárosi szerződés aláírásával. Megvásároltuk a főutcán a víztársulatnak a volt irodai épületét, melybe a gyerekjóléti és családsegítő intézményt helyeztük el. Örültünk ennek az épületnek, mert eddig ez az intézmény egy bérelt helyiségben volt, most át tudtuk helyezni egy saját épületbe. Ez az épület kifejezetten alkalmas az ilyen irodai jellegű munkákra, több kisebb és nagyobb szoba van benne, tehát ez a feladat, ez az intézmény jól tud benne működni. A közben ugye intézmény szinten is összevonás volt, tehát ez intézmény alá került be a bölcsöde és a védőnők is, így egy nagy intézmény keretében tud most már működni, de van még benne további kis hely, oda helyeztük át a D-gáznak és a D-másznak a fogadóirodáját, és majd még, hogyha az élet úgy hozza, akkor következő vagy más feladatokat is el tudunk majd benne helyezni. Egy pár szót a karácsonyi díszekről is hagy ejtsek. Már az elmúlt évben is készültünk egy kis karácsonyi dísz kivilágítással, de akkor viszonylag még rövid volt az idő arra, hogy felkészüljünk egy kicsit szebb díszkivilágítással. Most ez évben már nagyobb attrakciókkal tudtunk előjönni és ünnepélyesebbé tenni a városunkat az év végére, a karácsonyi ünnepekre. Nagyon nagy sikert aratott a szökőkút közepére állított 6 méter magas karácsonyfa, jól mutatott a műfázról lógó ledes függönnyel, és felújítottuk azokat a díszeket is, amelyek már jó pár évvel ezelőtt szintén fent voltak a főúton mellett lévő villanyoszlopokon. Ezeket mind a 34-35 darabot felújítottuk, és viszonylag kevés pénzből, és jól is vizsgáztak itt az elmúlt egy-másfél hónapban, úgyhogy ezeket már föl tudjuk a jövőre is használni, de tervünkben van, hogy a következő karácsonyi időszakra még folytatni fogjuk a díszkivilágításnak a fejlesztését, de erről most nem árulok önnek többet, hogy legyen majd meglepetés a jövőben. Ez év legnagyobb beruházása a gimnáziumnak az energetikai felújítása volt. Régóta húzódó problémára sikerült megoldást találni. Az igazgató urak már régóta többször kihívtak, hogy menjek és nézzem meg, hogy milyen áldatlan állapotok vannak nyilászáró tekintetében a gimnáziumban.
és a nyáron jött ez a lehetőség, hogy Kiskunba is a részt vehet egy ilyen energetikai pályázaton. Így sikerült több mint 140 millió forintból megújítani energetikai szempontból a gimnáziumot, így nem csak energetikailag, hanem esztétikailag is nagy minőségi javulás van a gimnázium életében, tehát mégis jobb egy szebb és komfortosabb épületbe belépni és tanulni, mint egy előzőekben lerobbant küllemű épületbe. És természetesen ugye ez reméljük, hogy a jövőben a gyerekeknek a ide való járását, ide iskolába való ide jelentkezésének a motiváltságában is majd sokat fog jelenteni. Itt a gimnáziumnál mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy bizonyára már valamilyen médiaforrásból hallottak róla, hogy a kalocsai érsekség küldött és adott Majsának egy olyan szándéknyilatkozatot, miszerint átvennék az intézménynek a működtetését és a fenntartását. Ezzel kapcsolatban most vannak az egyeztetések és a különböző szervezeteknek a véleményének a kikérése. Hogyha ez sikerül, akkor a jövő évtől már a katolikus egyháznak a működtetésében, fenntartásában fog a gimnázium működni. Az ipari parkról is hagy szóljak egy pár szót, csak röviden. Az elmúlt évben sok érdeklődő volt, akik szeretnének a Majsai ipari parkban területet vásárolni. Már előző időszakban is volt, aki vett területet, most is a belső közműves területből több vásárló volt és van, vagy akinek folyamatban van a szerződéskötése. Reméljük, hogy a mostani, ez a 2015-20-as pályázati időszakban a vállalkozóknak is sok olyan pályázati lehetőség lesz, amiből majd gazdaságot tudnak fejleszteni, ipari területeket tudnak vásárolni és fejleszteni, és ez a kiskunmajsai gazdasági életben is meg fog jelenni, mint foglalkoztató, és mint városi szempontból adóbevételt is fog majd jelenteni. Vannak, amit úgy írtam, hogy kézzel nem fogható fejlesztéseink, vagy változások. Ilyen például, hogy az oktatási intézményeink az elmúlt két évben a kliknek a működtetésében és fenntartásában voltak. Erről most az elmúlt év augusztusában lehetett dönteni, hogy Kiskunma és a városa a jövőt illetően hogy dönt a működtetés és a fenntartást illetően. A fenntartás az törvényileg klik feladat marad továbbra is, viszont a működtetést illetően úgy döntött Kiskunma és a város képviselőtestülete, hogy ezt a feladatot visszaveszi a kliktől, és mi fogjuk, mint város működtetni az épületeket, tehát a víz, gáz, villany, fűtés, karbantartás, az témakörbe tartozó feladatokat a Kiskunma és a város, és ezen belül a városgazdálkodási intézmény fogja ellátni. Megalakítottunk egy szociális szövetkezetet. A szociális szövetkezetet azért hoztuk létre, mert egyrészt potenciális támogatási lehetőségei vannak ennek a szervezeti formának. Másrészt már egy évvel ezelőtt is beszéltünk a városi területekről, hogy ezeket szeretné az önkormányzat működtetni, használatba venni, és a földalapú támogatásokat, hogy a város vegye fel ezek után, területek után. Most a városgazdálkodási intézménnyel és a szociális szövetkezettel együtt szeretnénk további önkormányzati területeket művelésbe venni.
Egyrészt ugye a föld alapú támogatás miatt, másrészt azért, hogy termelésbe vonjuk. A több területen elvégeztük az elmúlt időszakban a talajvizsgálatokat, hogy ezek a területek mire alkalmasak, milyen tápanyagutánpótlásra és milyen növények telepítésére alkalmasak. Most legintenzívebben a Csengelei útban lévő önkormányzati területekkel foglalkozunk. Ez egy homokosabb terület, energianövény telepítésben gondolkozunk, de számításba jöhet az erdőtelepítés és a szőlőkultúra is, de a jobb területeken esetleg majd zöldségben is tudunk gondolkodni, de nyilván ezek még azért távlati tervek. Elsősorban most szeretnénk ezeket a területeket rekultiválni, a vaddohánytól mentesíteni, és a susnyósodott területekről kivágni a susnyókat, a fákat, és a tuskókat kiszedni, hogy szántható és kezelhetővé váljon a terület, de közben keressük a lehetőséget, hogy mire tudjuk majd hasznosítani. Médiáról is hagyj említsek egy pár szót. Az elmúlt évben, évelején többször hallottak róla, hogy médiakoncepció így, médiakoncepció úgy. Mindennek az a lényege, hogy szeretnénk önöket a lehetőleg legszélesebb körben tájékoztatni. Hát ennek ugye több módja lehet, papír alapú és az elektronikus felületek. Hát a Katel TV ugye régóta partnere az önkormányzatnak, és közvetíti az önkormányzati üléseket, és amit én még a többek között a legfontosabbnak tartok, hogy a nagyon sok színvonalas rendezvény, amelyekben maisai alkotó vannak, maisai szereplők vannak, ezeket mindenképpen fontosnak tartom, hogy megfelelő biztonsággal archiváljuk, és majd későbbiekben vissza tudjuk nézni. Hogy az elmúlt időszakban is voltak olyan műsorai a Katálnak, ahol az elmúlt 10-15 vagy 20 évvel ezelőtti különböző programokat vetítették vissza, és ezeket nagyon jó visszanézni, és még egyszer hangsúlyozom, hogy olyan sok értékes előadás születik Kiskunmajsán, hogy ezek mindenképpen megörökítésre érdemesek. Tehát ugye van a Katel TV papíralapon, van két piacorientált újságunk, a Kunsági Hírlap és a Maisa Info. Viszont kibővítettük ezeket a feladatokat, hogy mint mondtam, minél szélesebb körbe tudjuk önöket tájékoztatni és elérni. Ezért Kiskunmajsa város önkormányzata is indított egy úgymond bedobós újságot Maisai Közlöny névvel. Ez hol 4, hol 8 oldalon havonta, vagy olyan sűrűséggel, amikor indokoltnak tartjuk, de mind a 4-4500 háztartásba szeretnénk bedobni, dobjuk be ezeket az újságokat, hogy ebben a legfontosabb információk, amikről mindenképpen szeretnénk, hogy tudjanak, és azok is, a úgymond szárazabb anyagok is bekerüljenek, amelyek mondjuk a profitorientált újságnak kevésbé hírérték, de szeretnénk, hogy tudjanak róla különböző pályázati felhívások, tájékoztatások, ezen úton is el tudjuk jutatni önökhöz. Bevallom önöknek, hogy nem vagyok és nem voltam nagy Facebook felhasználó, emiatt kicsit pessimista is voltam a Facebookkal kapcsolatban, de be kell látnom, hogy az egyik legfontosabb hírcsatornánká vált és lett a Facebook, hisz ezen keresztül a visszajelzések alapján nagyon sok embert, nagyon sok maisait el tudunk érni, és mondhatom azt, hogy a leggyorsabban, mert az esemény bekövetkezte utána, hogy becsukódott a függöny, akár fél órán, órán belül már tájékoztatást tudunk adni önöknek a különböző maisai történésekről, és tehát mind ahogy mondom, veszem észre,
igen széles körben igen sokan nézik és lájkolják ezt az oldalt, tehát ezt továbbra is fenntartjuk, és ezen a csatornán is fogunk önöknek tájékoztatást adni. Felírtam a civileket csak egy címszóval. A civilek ez évben is csak dicséretet kaphatnak tőlünk, városvezetéstől és a maisajaktól. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy milyen aktív civil élet van Kiskunmajsán, és milyen fontos szerepet töltenek be Kiskunmajsa életében. Nem szeretnék senkit sem most kiemelni, és különböző hozzájuk kapcsolódó rendezvényeket. Szinte mindannyian tudjuk, és a különböző csatornákon ezekről már folyamatosan tájékoztattuk önöket. Írtam egy olyan kategóriát, hogy a más szervezetek által koordinált beruházások, tehát azokhoz, amelyekhez Kiskunmajsának és városnak nem közvetlenül, hanem csak közvetve volt némi köze. Ilyen beruházások történtek ebben évben, mint elkészült a volt Bajcsi iskolában a kormányablak, ami egy igen színvonalas 21. századi kiszolgálást tud biztosítani. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a klasszikus okmány iroda, amit még mindig vannak, akik a régi helyén keresnek, kérem önöket, hogyha személyi okmánya autóval kapcsolatos, vagy ami az okmány iroda témaköréhez tartozó kérésekkel, most már ide a Bajcsi utcai kormányhivatalhoz és a kormányablakhoz menjenek, mert ezt most már ott intézik. Annak a volt okmányirodának a helyén a szociális osztályunk van. Ugye az év második felében elkészült a munkaügyi központ, az épület belülről nagyon szép lett, nagyon szépen megújult, nagyon sok modernizációt végrehajtottak rajta, viszont az épület külcsínyében még azért hagy némi kívánnivalót maga után, ezért a megyei vezetőkkel abban maradtunk, hogy a tavasszal egy közös finanszírozásban és együttműködésben kívülről is meg fogjuk szépíteni a munkaügyi központot, mint központban lévő épületet, tehát ne hagyjuk ebbe a formájába már, hogyha belülről olyan szép lett. A szociális feladatok terén is több megújulás volt Kiskunmajsa életében. A laktanyában a menedék alapítványnak a főépületén azon is egy nagyon nagy volumenű energetikai korszerűsítés hajtottak végre, szigetelés és ablakcsere és fűtésrendszer korszerűsítés. De a református egyház által üzemeltetett szociális otthon is kapott egy nagyon komoly energetikai felújítást, szintén ablak, nyilászáró csere, szigetelések, és szintén a református egyházhoz, vagy a szociális otthonhoz kapcsolódóan a Kuksós utcában átadásra került a fogyatékosok nappali otthona ellátója, ami egy új épület Kiskunmajsa életében, és sokaknak adhat ez lehetőséget arra, akik rászorulnak, hogy napközben ide el tudják vinni a rászorult gyermeküket, hozzátartozójukat egy nappali foglalkozásra. Volt két történelmi típusú fejlesztés Kiskunmajsán. Az alsó temetőben egy baráti társaság összefogással felújította a II. Világháborús emlékművet, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk nekik, de ha a történelmi kategóriában maradunk, akkor az 56-os múzeumon is egy nagy ráncfelvallás és fejlesztés, modernizálás történt.
A tavasztól már folyamatosan nyitva lesz, és a nézőközönség, a látogatók számára látogatható lesz az objektum. Ennek volt egy szép átadó ünnepsége, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, tehát aki volt kint még a régi eredeti formájában, a Gergely bácsi és az Ödön bácsi által megálmodott emlékház, ez most teljes más formában, egy megújult és modernizált formájában állít emléket az 56-os történetnek. Itt még mindenképpen fontos megemlítenem, mint városhoz kevésbé befolyásolt beruházást, megújult a templomtorony, és tulajdonképpen ez is része a úgymond ennek a nagy templom felújítási projektnek, amit a Majsai Egyház folyamatosan végzett. Majsának egy nagyon szimbolikus eleme, épülete a Majsai templom, mindenképpen megérdemelte ezt a fajta felújítást, amit elvégeztek rajta. A rendőrség is egy nagy energetikai felújításon ment keresztül, szigetelés és nyílászáró csere volt, hát erre is nagyon ráfért, erre az épületre is. Kultúráról is hagyd mondjak egy pár gondolatot. Kulturális rendezvények terén is úgy érzem, hogy bővelkedett Kiskunmajsa. Több olyan új rendezvény volt Kiskunmajsán, ami ezidáig nem volt, vagy csak nagyon régen volt. Ilyen például a május 1-i rendezvény, amit a város és a járóbeteg és az EFI projekt egy közös szervezése volt, amiről bizonyára tudtak, vagy hallottak, hogy volt a csárdás párok rekord kísérlete, de összességében nagyon sokan, több ezeren látogattak ki erre a rendezvényre. Hál' Istennek nagyon szép volt az idő, nem olyan, mint 6 nappal később, amikor a vihar sajnos ugye csúnya károkat tett a kiserdőben, de már az elmúlt évben elkezdődött ennek a viharkárnak a kártalanítása, és most már készülünk az idei évi május 1-jére, és én nagyon remélem, hogy az elmúlt évi viharkártól függetlenül az idei évben is meg tudjuk rendezni majd a május 1-jét. Akkor volt a főtéren a Zenebor Garabó Fesztivál, volt 2 közös rendezvény a Jonatermállal, a Levendula Fesztivál, és november végén a disznótoros, kupicás disznótor fesztivál. Akkor Büki Tamarának volt egy újdonsága, egy nagyon színvonalas divat bemutató volt Kiskunmajsán, én legalábbis nem emlékszem, hogy ilyen volumenű lett volna. Nemesné Garas Klárikának a Csupa Kukorica kiállítása, Kézműves Egyesületnek is volt a Kézfogás című kiállítása, Szekeres Adriennek volt egy nagyon szép koncertje a templomban, és 2 dolgot még mindenképpen szeretnék megemlíteni. A Majosának volt egy nagyon színvonalas 20 éves szülinapi rendezvénye, több mint 3 óra hosszás programmal, nagyon sok fellépővel, nagyon sok nézővel kint a sportcsarnokban, tehát ez tényleg egy színvonalas rendezvény volt. De a Majsai Zeneiskolának is volt egy szép évzáró koncertje. A kultúrához kapcsolódóan szeretnék még egy nagyon fontos dolgot megemlíteni Kiskunmajsával kapcsolatban. Elindult egy országos felhívás, miszerint a településeken, a települések hozzanak létre egy helyi értéktárt. Kiskunmajsa is csatlakozott ehhez a felhíváshoz, és összeállítottunk egy 90 tételből álló helyi értéktárt, amiben lehet személy, csoport, egyesület, különböző tárgyak. Ezzel kapcsolatban majd lesz egy kis kiadvány is, amiben bemutatjuk majd önöknek, hogy mit gyújtottunk erről össze. Természetesen erről is volt egy szép kis rendezvény a műfázban. A sportról és a sportpályáról hagyd mondjak még egy pár gondolatot. A
A városi sportpályának augusztustól egy új neve van, Horváth Pistovácsiról elneveztük, Horváth István sporttelepnek hívjuk most már ezt a Kálváriai utcai sporttelepet. A sporttelepen az elmúlt időszakban több felújítás történt a kiskunmaisai futballklubnak a TAU támogatási rendszerében. Ezt a TAU támogatási rendszert ezt a klub folyamatosan kihasználja, és működésre és tárgyeszköz beszerzésre folyamatosan pályázik. Az elmúlt években ebből volt pályafelújítás, öltöző felújítás. Az elmúlt évben, tehát a 14-15-ös évadban a kiscsarnoknak, a több mint 40 éves kiscsarnoknak a parkettájának a felújítására pályázott és támogatást is nyert, tehát az öreg parketta teljes egészében kidobásra került, helyébe egy 10 centis rétegben padlófűtés, arra pedig egy nagyon korszerű 8 mm-es sport PVC került, új vonalakkal, világítással, takarítással, festéssel, tehát nagyon szépen megújult a kis csarnoknak a belseje, hisz intenzív használatban van ez a kis csarnok, hisz délelőttönként az aranyiskolások és a katolikus iskolások, délutánonként különböző szakkörök vannak, esténként pedig a futballklub használja a kisebb korosztályoknak, de sok, azt követően pedig zárásig sok baráti társaság használja a focira. A csarnok mellett lévő Kálvári vendégház és rekreációs központ is megnyitotta a kapuit a közösségi terével és a műfüves pályájával. Úgy gondolom, hogy ilyen tekintetben, a fedett létesítmények tekintetében Kiskunmajsa most már nagyon jól áll, és bőven van lehetőség a fiataloknak és a idősebbeknek is különböző sportolási lehetőségre. Viszont hagyj említsem még meg, hogy szintén ebbe a TAO támogatási rendszerben a 15-16-os évadra a futballklub még nagyobbat álmodott, és egy nagy műfüves focipályát szeretnének megvalósítani. Erre ismételten azt tudom mondani, hogy sikerrel járt a település, mert sikerült egy komolyabb támogatási összeget szerezni, melyből a teniszpályák mögött a 2-3 évvel ezelőtt rekultivált területen szeretnénk megépíteni egy 155-ös műfüves focipályát kerítéssel és világítással. Tehát ez további lehetőséget fog majd biztosítani mind a fiataloknak, mind a felnőtteknek a foci terén. Ezen felül sokszor jönnek be kéréssel a pingpongosok, hogy segítsünk nekik helyet találni. A pingpong is nagy népszerűségnek örvend, viszont nincs egy olyan állandó helyük, ahol folyamatosan több asztalt letelepítve nagyobb létszámmal tudnának játszani. Ezért tervünkben van, hogy valamilyen forrást találjunk erre is, és a pingpongosoknak, vagy esetleg fitnesseseknek, tehát egy ilyen kicsit részben multifunkciós teret biztosítsunk, nyilván nem magas légtérrel, egy olyan helyet, ahova egyszerre 8-10 asztalt is be lehet telepíteni, mert hiszem azt, hogyha a megfelelő körülmények vannak biztosítva, akkor még népszerűbbé tehető a sportág. Itt még mindenképpen szeretném megemlíteni a támogatásoknál, hogy egy önkormányzat a javarész beruházásait valamilyen támogatásból végzi el. Ezek általában szeretjük a 100%-os támogatásokat, de tehát természetesen van, ami mondjuk 5 vagy 10%-os önerőt kíván. Ezért itt a TAO támogatási rendszernél mindenképpen meg kell említeni, hogy
hogy kvázi mindegy, hogy milyen támogatási forrásból jön a pénz, keressük meg rá a lehetőséget, hogy azt fogadni tudjuk, és élni tudjunk vele, és építsük és szépítsük Kiskunbajsát. Végezetül a jövőről és a tervekről kellene mondanom egy pár gondolatot, bár elég sokat beszéltünk már ebben a tévében is és az újságokban is. Nem csak a vállalkozások, hanem Majsa is ebben a 2015-20-as pályázati időszakban van, és kell kihasználni a lehetőségeket. Az úgymond top pályázati keretekből tud Kiskunba is pályázni. Röviden felsorolnám, hogy szeretnénk belőle a főteret felújítani, a hivatal épületét, a bazársornak a tetejét, a kulturális központunkat nagyon-nagyon szeretnénk megújítani. Itt szó van egyfajta épületbővítésről is, tehát nem csak energetikai korszerűsítésről, hanem bővítésről is. Van egy olyan elképzelésünk, miszerint a funkció bővítéssel a zeneiskolát beintegrálnánk a műfázba, de ehhez természetesen komoly építkezésre és bővítésre van szükség, majd azt követően pedig ugye energetikailag is rendbe tenni az épületet, külcsínyében, szigetelésben, a fűtésrendszerében és a nyilászárók tekintetében is. Ebből a top pályázati keretből szeretnénk megújítani a piacot, óvodát építeni, kerékpárutat, csapadékelvezető rendszert. Nem kívánom most ezeket részletezni, mert itt folyamatában majd folyamatosan tájékoztatjuk önöket, hogy melyik rész hol tart. Két nagyon fontos dolgot szeretnék még itt a fejlesztések kapcsolatban megemlíteni. Ugye Majsa megkapta a gyógyhely minősítést ez évben, ezzel Majs a megyében Kiskunmajsa elsőként kapta meg ezt a gyógyhely minősítést, ami kvázi egy olyan garancia tud lenni az ide látogató belföldi és külföldi turistáknak, akiknek fontos egy minőség és egy minőségi garancia. Ami még nagyon jó dolog ebben a minősítésben, hogy van olyan pályázati csomag, ami kifejezetten a gyógyhelyeknek írtak ki, így Kiskunmajsa is indulhat majd ebben a pályázatban. Ez 300 millió és 1 milliárd közötti összeget jelenthet, hát ez egy nem kicsi összeg. A terveink szerint ebből a már régóta emlegetett Majsa és az Üdülőfalu között lévő kerékpárutat szeretnénk egyrészt felújítani. Ez nem csak egy kopasz kerékpárról van szó, hanem egy sétánnyá alakítani padokkal, kandelláberrel, tehát egy igazi színvonalossá tenni. Szó van egy szabadidős központ építéséről, az Üdülőfaluba esetleg kalandpark, játszótér. A pályázatnak, a kiírásának a pályázat célja, hogy azokat az infrastruktúrális beruházásokat kell és lehet belőle végrehajtani, ami még vonzóbbá teszi a települést a turisták számára. És bár ugye jelenleg ugye a termál strand az egy ZRT kezelésében van, de járulékos témában, adóbevételekből és egyéb majsai vállalkozók kapcsán ugye jelentős bevétele tud lenni a településnek, Kiskunmajsának, ezért mindenképpen érdekünk azt, hogy minél vonzóbbá tegyük a településünket, hogy minél többen jöjjönek Kiskunmajsára. Az év végén karácsonyi ajándékként kaptunk egy jó hírt, miszerint Kiskunmajsa kapott 20 millió forintos támogatást belterületi utak és parkolóknak a kialakítására.
ennek a keretnek a feldolgozása, hogy mire is költsük el, most van folyamatban, a napokban fog róla dönteni a kiskunmajsai önkormányzat. Tervekben van a piac külső területének a felújítása, parkolók kiépítése, korszerűsítése. Mindannyian tudjuk, hogy pénteken a nagypiaci napokon parkolási problémák vannak a piac körül. Szeretnénk a vásártér előtti utat ebből szilárddá tenni. A Nagy Lajos utcának a két szegélyét stabilizálni, a patka részét. De igen sokan járnak a Penny parkoló és a Petőfi utca közötti földes úton. Erre is sok kérés volt, ezt is szeretnénk szilárd burkolatúvá tenni. Ez remélhetőleg a jövő évnek az első felében meg is fognak valósulni. Hát röviden így a tervekről ennyit szerettem volna mondani. Úgy gondolom, hogy egy igen hatékony tanulságokkal teli, és egy sűrű év után vagyunk. Azt gondolom, hogy a következő év is ilyen lesz. Még most is vannak olyan előkészítő feladatok, amikben ugye a terveket kell a pályázat miatt előkészíteni, megvalósítani, majd azt követően nyilván nem egyik hónapról másikra ezek a beruházások majd elfognak akár egy-két évet is húzódni, de legalább a remény megvan, hogy ezek a tervezett beruházások belátható időn belül meg fognak valósulni. Azt kérem önöktől, hogy látogassák a különböző rendezvényeket, legyenek ezek tájékoztató típusúak, vagy szórakoztató típusúak, hisz ezeket a rendezvényeket önöknek, önökért tesszük. Ne legyen senkinek se mindegy, ne mondja senki azt, hogy nekem mindegy, hisz számunkra minden majsai fontos, minden majsai élet fontos. Igyekszünk ennek megfelelni és segíteni a különböző sorsokon és vállalkozókon, hisz közös célunk az, hogy tényleg egy minél színvonalasabb és minél élhetőbb településen éljünk, hogy a gyerekeink itt maradjanak, ne menjenek el külföldre, és tényleg egy igazi jó kis fejlődő település legyen Kiskunmajsa. Köszönöm szépen a figyelmüket, és mindenkinek így január közepén is boldog új évet, és sikeres évet, és egészségben gazdag, sikerekben gazdag új évet kívánok. Köszönöm a figyelmüket.